Már három gyakorláson van túl a csapat, és hát látni azt is, hogy folyamatosan ugyanaz erősítő gyakorlatok mellett itt van a labda is. Máshol lehet hallani olyat, hogy alig látnak labdát a téli felkészülés alatt a játékosok. Nyilván mindenkinek más és más a véleménye és a felkészültsége ebben a kérdésben, illetve hogy ki mit szeret, mit választ. Én annak vagyok a híve, hogy futballt futballal kell csinálni, és az átmeneti felkészülési időszakban is erre elhelyezem a hangsúlyt, és helyezzük a hangsúlyt. Ez mind olyan gyakorlat, amiben benne van az állóképesség, a gyorsaság, a mozgékonyság, a ügyesség, az erő, tehát komplex gyakorlatokat végeznek a játékosok, hiszen mérkőzésen is játékhelyzeteket, mérkőzés helyzeteket kell megoldani, nagyon gyorsan, dinamikusan, erre készülünk. Délelőttönként itt a műfüves sátorban ez a csapat, ideálisak itt a körülmények? Igen, megfelelőek a körülmények, nagy a pálya, tehát a területére gondolok, minden játékos elhelyezhető, elfér rajta, és életszerűen tudunk gyakorolni. Esetleg az időjárás szeszélyeinek, változásainak így nem vagyunk kitéve. Ezekben a napokban szinte az egész napot együtt tölti a keret, ugye tegnap és hát ma is majd, illetve a többi nap is az Orientál Hotelben szokott ebédelni és pihenni a csapat. Erre miért van szükség? Erre azért van szükség, mert nagyon koncentrált munkát kell végeznünk, igazi erőfejlesztés történik tulajdonképpen, valamint az izmok olyan állapotba hozása, amit terhelő a szervezet számára, tehát megfelelő étkezéssel, étrenddel pótolni kell az energiát, és megfelelő pihenésnek kell ezzel párosulnia. Emellett az első héten mind van a hangsúly a szakmai munka szempontjából? Az első héten is már a bajnoki mérkőzések szerepelnek hangsúlyozottan, illetve a Siófok elleni két kupa mérkőzés, hiszen másfél hónapról van szó. Biztos, hogy elegendőnek kell lenni ennek az időnek arra, hogy mindenki tökéletesen felkészüljön, és ne felejtsük el, hogy új játékosok is érkeztek, tehát nekik is meg kell szokni ezt a csapatot, a légkört, a gyakorlatokat, be kell illeszkedniük. Ha már az új játékosokat említette, ugye tegnap már játékszituációban is láthatta őket délután, mik az első benyomások? Még egyelőre nem teljesen tiszta a kép, az látszik, hogy futballisták. Mindenki nagyon lelkes, mindenki akar. Ebben az állapotban ez teljesen elfogadható. Köszönöm szépen!